Sziasztok! Szép napot mindenkinek! Hát így 4 hónap után újra jelentkezem. Hogy miért is? Kedvet kaptam. De a főleg az a lényeg, hogy az egyik kedves nézőm megkért, hogy beszéljek egy bizonyos dologról. Ugyanis ő tudott róla, hogy én úgymond letettem az analóg cigit, és érdeklődött, hogy hol tartok, hogy nem szoktam vissza az analóg cigire, stb. Na, tehát a lényeg a lényegben. Most 23-án, december 23-án lesz 1 éve, hogy egyik pillanatról a másikra letettem az analóg cigit, és azóta, ismeritek gondolom a készüléket, e-cigit használok. Valahol 33 évről beszélünk, gyerekek, hogy használtam az analóg cigit, azzal éltem, keltem, feküdtem, és abból is a legdurvábbakat, tehát értem erre az erősségit, tehát az erősségüket, tehát a piros szimfónia, piros Marlboro, tehát nem ezeket a lightos változatokat használtam, hanem abból is a keményet, és ilyen másfél, 2 doboz környékén szívtam el naponta. Ez függött attól is, hogy éppen dolgozom, mennyit dolgozom, stb. Tehát sok mindentől függött. De a lényeg a lényegben, hogy most már 1 éve lesz, hogy ezt az e-cigit használom. Aztán, hogy mi a véleményem az egészről? Hát ugye olvastam én is, hogy nagyon sok ember próbálkozott már hasonló dologgal, hogy leszokjon az analóg cigiről, és kevésbé sikerült, vagy keveseknek sikerült a dolog. Nekem egyik pillanatra a másikra sikerült letennem, 33 évet így úgymond magam mögé dobni. De hát örülök neki, megmondom őszintén, hogy mi a pozitívum ebben? Tehát a közérzetem pozitív irányba változott, azt mondom, hogy elég sokat. Ezt már az első hetekben, ahogy elkezdtem ezt használni, észrevettem, hogy, és ugye nincs analóg cigi mellette egyáltalán, észrevettem, hogy sokkal jobb a közérzetem, könnyebben megyek fel a lépcsőn, hiába vagyok 130 kiló, de azért könnyebben megyek föl a lépcsőn, jobb a közérzetem, nincs az a reggeli fullasztó köhögés, hát az borzasztó volt, gyerekek, mintha körülbelül 30 évet dolgoztam volna valami szénbányában, olyan köhögés lerendeztem, ez minden reggel megtörtént. Meg hát ugye napközben is volt köhögés, csak hát nem olyan durva, de főleg ez a reggeli, ahogy föl kell az ember, stb. Aztán jó fél órán keresztül. Na. Tehát összességében én nem bántam meg, hogy ezt kipróbáltam, és még mindig ezt használom, mert azért a 33 évet nem lehet csak úgy kitörölni, azt mondom, innen se, ugye a szervezetből, de az a lényeg, hogy azóta nem gyújtottam rá, tehát 1 évről beszélünk, és ennek örülök, komolyan mondom, gyerekek. Tehát az bánom, hogy nem próbáltam meg ezt korábban. Oké, hogy korábban nem léteztek ilyenek, vagy mit tudom mi, de mert a lényeg, amit mondani akarok, nem ezen múlott csak, hogy én azóta se gyújtottam rá. Ez egy eszköz, egy segítség ahhoz, hogy leszokj, de az egész, a lényeg itt fejben dől el, én azt mondom. Tehát döntsd el fejbe azt, hogy akarod te azt a szemetet szívni tovább? Erősebb az nálad, vagy le tudod győzni a késztetést, hogy rágyújts, vagy mit tudom mi? El kell dönteni azt, hogy igenis meg tudom mutatni, hogy le tudom rakni azt a büdös cigit. Igen, erősnek kell lenni, tény és való, erősnek kell lenni. De szerintem, tehát a lényeg, hogy ez egy eszköz ahhoz, hogy leszokj, segíthet, de az egész itt fejben dől el. Ennyi. Nekem ez a véleményem a dologról. Tehát csak ez az eszköz, ha fejben nem tudsz biztos lenni magadban, az akaratodban, akkor szerintem ez nem elég. Nem elég. Segítség, de nem elég. Az, hogy most egy kocadohányos
érte, mit értek egy koca dohányos alatt? Az, amelyik naponta elszív 2-3 cigit az analógból, aztán utána felfedezte ezt, aztán azóta azt nem szívja, és milyen büszke magára. Tehát én azt mondom, hogy azt nem is nevezném dohányosnak. Tehát, jó, meg ne agyisten, csinálta másfél évig ezt a napi 3-400 cigit, meg még esetleg le se tüdőzte. Tehát ezek azok a koca dohányosok, tehát az ilyen inkább ne is csinálja semmit, az a véleményem erről. De én azt mondom, hogy a közel két doboz cigaretta és a keményebbik fajtából 33 éven keresztül, én azt mondom, hogy az már kemény dolog. Kemény dolog. Na, ez van, gyerekek, tehát... Összességében én nem bántam meg, hogy ezt kipróbáltam. Még egy darabig használom, hogy meddig? Nem tudom. Lehet, ha pár hét, vagy pár hónap, vagy nehogy Isten, még jövőre is ezt szívom, nem tudom. Jelenleg nem érzek semmi negatív mellékhatást, ami ez az eszköz, ez a likvid, a gőz váltaná ki. Ugye ebbe tulajdonképpen ez nem is füst, hanem gőz. Oké, hogy dohánylikvid van benne, de csak nikotin tartalmaz, nincs benne kátrány, ami nagyon fontos szerintem, mert én azt mondom, hogy akik abban a sajnálatos helyzetbe kerülnek, hogy tüdőrák, meg stb. És ugye erős dohányosok, én azt mondom, hogy nem is maga a nikotin az, ami kiváltja ezt a rákot, meg stb. A tüdőrákot, meg a nyelőcsőrák, vagy akármi, garatrák, stb., hanem maga az egyéb dolgok, amik benne vannak, főleg ez a kátrány, amire gondolok. Hát gyerekek, én csináltam régebben olyan kísérletet, mikor még az analóg cigit használtam, hogy egy erős slukk után nem tüdőztem le, hanem a slukkot papír zsebkendőn keresztül fújtam, fehér papír zsebkendőn. Hát gyerekek, de ki lehet próbálni. Ne tudjátok meg, hogy néz ki a papír zsebkendő utána. Az nem is sárga, az a sötét barna, nem is tudom mi. Most képzeljétek el, az bejut a szervezetbe. Igen, erről lehet találni a neten is fönn szivacsal, vattával, kísérleteztek azon keresztül. Igen, de ezt mondom gyerekek, ezt már 10 éves koromban, mikor elkezdtem, már akkor megcsináltam. Tehát ez nem egy újdonság számomra, biztos nem. De az a lényeg, amivel ezt mondani akarok erről, hogy kipróbáltam ezt a gőzzel is. Tehát dohány likvid van benne, és abból is az erősebbik, a 18-as, kell az nekem. Kipróbáltam, hogy egy erős lukk után ugyanezt a gőz keresztül fújtam egy papizsegön. Nincs semmi, gyerekek. És ez észrevehető, hogy... Tehát, körülötted sincs az a büdös dohányszag, akkor nem vagy büdös dohányszagú, a ruhád, a lakásod, a környezeted, a szád, stb. Na, tehát én azt mondom, hogy nem bánom, hogy kipróbáltam, próbáltok ki ti is. Most dohányosokról beszélek, azoknak ajánlom, hogy próbálják ki, főleg azoknak, akiknek szándékukban áll egyáltalán, hogy tehát megfordult a fejükbe, hogy le kéne tenni azt a nagyon káros dolgot, az analóg cigit, próbáljátok ki. Ja, meg ami még fontos, hogy anyagilag is, ha okosan csinálod, hát körülbelül a feléből vagyok meg, mintha rendes cigit szívnék, körülbelül a feléből. De nem annyira, mert megtehetném azt is akár, hogy analóg cigit is. Szerencsére megtehetem, de itt nem is ez, hanem az egészségem, ami fontosabb, hogy így... valamit még segítsek azon, amit 33 év alatt nem tettem meg. Hát ennyi, gyerekek, nagyjából. Ha van kérdésetek a témával kapcsolatosan, nyugodtan tegyétek föl, akár megtaláltok a Facebookon, és nyugodtan rám írhattok, vagy itt a videó alatt véleményezzétek a dolgotokat, kérdezzetek. Ennyit tudok így nagyjából elmondani erről a dologról. Na, legyetek jók, sziasztok, szép napot mindenkinek!